emlékszem, olyan hideg is volt, hogy voltál mínusz 20 fok, és csak úgy csikorodott. Az orrunk alatt megfagyott a pára. Saját gyerekkori, a karácsonyhoz kapcsolódó történeteiket osztották meg a bonyhádi idősek otthonába élő szépkorúak az odaérkező vendégekkel és az otthon dolgozóival. A bonyhádi idősek otthonában többen már 80-90 évesek és demenciával szenvednek, ezért az ünnepi műsorra való felkészülés több napot is igénybe vesz, mondta az intézmény szakmai vezetője, kihangsúlyozva, hogy minden évben lelkesen készülnek az idősek a műsorra, hiszen ez az egyik legfontosabb esemény az életükben. A karácsony minden évben egy kitüntetett szerepben van az otthonunkban. Azt gondolom, hogy az idén is hosszas készülődés, várakozás előzte meg. Igen sűrű évet tudhatunk magunk mögött, rengeteg eseményünk, rengeteg programunk volt, hiszen a közelmúltban ért véget, ma még van ugyan, de a mi szerepünk az adventi vásáron, amire szintén sokáig készültünk foglalkozások keretében. Aztán egy alapítványi bálunk volt még december elején, 7-én, ami egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Az alapítványunk javára fordítottuk a bevételt, amiből szintén a gondozási központ ellátottjait, illetve az otthon lakóit igyekszünk támogatni, a foglalkozásokhoz szükséges hátteret biztosítani. Ez minden évben egy hasonló tematika szerint zajlik gyakorlatilag. A lakóink készülnek egy nagyon kedves, megható és színvonalas műsorra, mint minden évben. Polgármester asszony ellátogat hozzánk, ő is köszönti a lakóinkat, ugyanúgy, mint ahogy ezt az intézményvezető is megteszi. Aztán pedig hát következik a napfénypontja, az ajándékozás, ami egy nagy élmény mindig, hiszen számos meglepetéssel készülünk, és a lakók is készülnek a vendégeink részére. Igyekszünk a napba bevonni a hozzátartozókat, tehát akinek kapacitása vagy lehetősége engedi, szívesen látjuk a műsor alatt, illetve az azt követő közös halászlé elfogyasztására is. Rengeteg támogatónk van, és azt gondolom, hogy nagyon kitüntetett szerepben van az intézményünk. Számos helyi vállalkozó és országos cég, vállalat is támogat bennünket, tehát ilyen nagy szavakat merek használni, hiszen akár az arcápolási csomagokat kapnak a lakóink, vagy egy másik környékbeli, ugye más megyei vállalkozó jóvoltából például hétfői napon egy limuzinos városnézésre fogunk menni a lakóinkkal. Szeretnénk nekik megmutatni egy órás kirándulás keretében, hogy mennyit fejlődött, épült, szépült a város. Egyfajta ilyen élménnyel is feldobni az ünnepi időszakot. Fehér, féli pamutból sőt, aproson át a boroka. Karácsonyfánk, amire mi gyerekek diót, meg kettővágott kockacukrot tettünk. Aranypapírba csomagolva, anyám mindig sült bableves főzött, abba nem lehetett húst, de mi zsír se, vagy a rántott be, na meg máshoz szikot csinál, de annyit, hogy két napra valót, meg túrot, máshoz lepén, meg diót, begli, nagy kemencével, ami ott nekünk úgy érzi, kitartott. A Bonyhádi Gondozási Központ vezetője, Sebestyén Ósolya képes összeállítása emlékezett meg azokról az eseményekről, amelyeken az otthon lakói is részt vettek, visszatekintve így az elmúlt időszak közös élményeire, majd ő is átadta ajándékát. Én nekem az idén egy furcsa szokással érkeztem, illetve egy teljesen más típusú ajándékkal készültem. Ez a láng, ez Betlehemből származik, és szerdán volt fönt a nappali ellátás keretein belül a karácsonyi ünnepségünk, ott kaptuk az egyik hozzátartozótól, és úgy gondoltam, hogy elhozzuk hozzátok, hiszen a szeretet lángjának mindenhol égnie kell, úgyhogy fogadjátok sok-sok szeretettel tőlünk. Nagyon szívesen. Az ünnepi műsor végén a szépkorúak átadták ajándékaikat az odaérkező hozzátartozóknak, vendégeknek és az otthon dolgozóinak. Ezzel is megköszönve a rájuk fordított időt, foglalkozást.